Az ókori rómaiak számos, mai szemmel nézve furcsa ünnepről és jeles napról emlékeztek meg. Ilyen volt a Luperkália is, amelyel kapcsolatban Buza Andrea azt mondta, a vélhetően beavatási ceremónia részeként történő eseménysorozat több lépcsőből állt. A leírások alapján a szertartást a Palatinus domb aljában található Luperka barlangban végezték az akkori emberek. Itt kezdődik maga az ünnepség is, amikor is két ifjút, két ifjú, levágnak két kecskebakot, illetve kutyát, azt majd meglátjuk, hogy miért kutyát. A kecskebak, kecskebakok vérével bekenik az ifjaknak a, a homlokát, aztán egy gyapjúba mártott, vagy egy tejbe mártott gyapjúval le is törlik, az ifjak kacagni kezdenek, majd utána szinte pucé csak egy öv van rajtuk, végig körbefutják a Palatinus, illetve a Romulus alapította Róma területét tulajdonképpen, és közben a kecskékből vágott bőrsziakkal ütögetnek mindenkit. A régész úgy folytatta, a Luperkália vélhetően egyfajta beavatási szertartás volt, ahol mind az áldozatok, mind pedig az események mély szimbolikával rendelkeztek. Ez igazából egy beavatási szertartás is lehet. Valószínűleg régebben a beavatási szertartások ezek sokkal hosszabb ideig tartottak. Ez egy zanzásított változat. A vér az azt jelenti, hogy meghalt az előző társadalom, előző társadalmi berendezkedés, vagy ahol elhelyezkedett társadalmi helyzetéhez képest. Bekerült a, a luperkusz papokhoz egy-egy ifjú. Azért kettő ifjú, mert kezdetben két fő csoportjuk volt ezeknek. A, a gyapjúval letörlés, teljes letörlés az az újjászületés és a felkacagás az pedig, a, hogy a kisgyerek első önfelett kacajára, kacajára, vonatkozik tulajdonképpen, vagy azt szimbolizálja. Buzandra azt mondta, az esemény egyik érdekessége, hogy a római szokásoktól eltérő módon szerepelt a áldozat az ünnepi események részeként, illetve a mesztelenség, amely már az akkori időkben sem volt divat. Ez igazából összefügghet egy ősi pásztor hagyományjal, ugye itt a, a amiben bele kapcsolódhat a farkas, tehát maga már a kecske is, meg a kutya is, nem egy tipikus római áldozati állat. A farkas szimbolizálja a kutya tulajdonképpen, és ez pedig a pásztorkodással, aminek azért faunusz az ünnep, a faunuszhoz kapcsolható, akinek február 13-án van az ünnepe, maga a Lupercália az február 15-én volt tulajdonképpen, tehát ahhoz kapcsolható ez a kutya áldozat az pedig, hogy pucéran futnak, ennek is külön jelentősége van, mert ez a Rómában már a római társadalomban, a köztesek korban sem volt divat ez a szabadosság. De visszavezették arra, hogy ezt a görögöktől vették át, az egyrészt tehet egy ilyen szabadosabb megnyilvánulás. Számos más történelmi emlék mellett a Luperkália ünnepéről is tudhatnak meg érdekességeket a történelem szerelmesei az Indecize Múzeumban. Az intézmény kiállításairól a múzeum hivatalos oldalán tájékozódhatnak a látogatók.